Pilisi Réka kozmetikus vizsgára készül a Szexuális Szakképzési Centrum Adi iskolájában. Eredetileg gyógyszerésznek vagy orvosnak készült, ám az érettségi után a szakmatanulás mellett tette le a voksát. Szerintem mindig szükség lesz a szakmára, bármilyen szakmáról is beszélünk, mondjuk például a kozmetikusokra, szerintem mindig szükség van egy jó kozmetikusra. Az érettségi utáni szakmatanulás új formáját, a technikus képzést szeptembertől vezeti be a magyar oktatásba. A forma nem ismeretlen, éveken át jól szolgálta a gazdaság igényeit. Egy kimondottan sikeres időszak volt a magyar közoktatásban és szakképzésben, amikor technikumok, technikusokat képeztek, és nagy valószínűséggel ezt a régi sikeres időszakot gondolják visszahozni azzal, hogy 2020. szeptemberétől már technikusokat fogunk képezni érettségi után itt iskolánkban. A szakemberek véleménye szerint a szakképzésben nyert tapasztalatok felhasználásával kialakuló technikus képzés a mai magyar oktatási rendszer egyik előremutató kezdeményezése lesz. Hát ez a képzés lesz az, ami majd a középszintű vezető réteget kitermeli, akár a gazdaságnak, akár pedig megalapozza a mérnökképzést, ugye mi főleg szakmai irányban képzünk, megalapozza a mérnökképzést, akár a gépészet, akár a közlekedés, akár az informatika területén. Bár a technikus képzés részletein jelenleg is dolgozik a szakma, az mindenki számára egyértelmű, olyan formája vezetődik be az érettségi utáni tanulásnak, mely megfelelő és vonzó alternatívája vagy köztes lépése lehet a magyar felsőoktatásnak.